Köszöntöm nézőinket! Önök a Tornatáj Televízió híradóját látják, Jelics Fanni vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Színpadi műsorral készültek, Bátaszéken is felidézték az október 23-ai eseményeket. Felvonulás, színpadi programok, vásári forgatag, őszi fesztivál Újdonbóváron. Őrzik a sváb hagyományokat. 31. alkalommal tartották meg idén a hagyományőrző gyermek svábbát Szekszárdon. Pályaválasztási roadshow. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum 8 szakképző intézménye mutatkozott be Dunaföldváron. A bátaszéki diákok versekkel és zenés színpadi műsorral idézték fel az 1956. október 23-ai eseményeket. Az egykori szabadságharcnak még ma is fontos, aktuális üzenete van a fiatalok számára. Adtam, amikor mindenki koldult. Röhögtek mindenem, én sírtam. Ha nem volt kinek, akkor is írtam. Vesztes lettem, hiába győztem. Nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy őseink életüket, vérüket adták azért, hogy ma Magyarországon szabadon élhetünk. Többek közt ez volt a mondani valója a bátaszéki II. Géza gimnázium tanulói által előadott színvonalas produkciónak. A 11. A-osztály, a gimnázium 11. A-osztálya készítette a műsort, illetve hát ők adják elő, és hárman a Sós Marika tanárnő, Szélik Ágnes tanárnő és Énekli Anikó, mi állítottuk össze a forgatókönyvet, és mi próbáljuk betanítani nekik. Nagyon ügyesek. Végigvisszük az 56-os forradalom történetét, de illetve csak úgy, hogy egy család történetén keresztül, akik végül is elhagyják az országot és kimennek Amerikába. Az előadásban megismert család helyzete szerencsésen alakult, hiszen el tudták hagyni az országot. A produkcióban azonban akadtak drámai pillanatok is, amikor kiderült, hogy sokan nem tudtak elmenekülni a harcok elől. Közel 20 gyerek dolgozott a műsor sikerességéért. Jönnek a forradalmárok, a tüntetők, akkor zászlóval azok skandálják a 16 pontot, tehát hogy mindig ilyen váltó verzióban lesznek a gyerekek, és az éneknél meg fönn van mindenki, tehát mind a 20 gyerek. Péter Olivér volt a főszereplő, a családban az apa karakterét játszotta el, amit nagy kreativitással és tehetséggel oldott meg. Elmondása szerint a próbákon is mindenki igyekezett a lehető legtöbbet kihozni magából. Haló? Anya, itt az amerikai rokonok vannak a telefonnál. Nem mondj nekik semmit, jó? Lehallgatnak az ávósok. Szerintem mára már azért összeállt a műsor, de a jeleneteknél, hogy ki mikor megy be és ki mikor megy ki, ugye nem vagyunk profi színészek, ezért voltak ott megakadások. A produkció végén a tanulók közösen elénekeltek egy meghitt bensőséges dalt, ami mindenkiben tovább erősítette az emlékezés, a hála és a szabadság fontosságát. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt. Őszi fesztivál Újdonbóváron. A felvonulás, színpadi programok és a vásári forgatag ismét sok helyit és környékbeli látogatót vonzott a minden évben népszerű rendezvényre. Együtt ünnepelt Dombóvár és az Újdonbóvári városrész, idén is megtartották a hagyományos őszi fesztivált. A templom előtti megnyitót és a terményáldást felvonulás követte, melyen iskolák és különböző szervezetek is részt vettek. Az előző évekhez hasonlóan a szervezők igyekeznek minél jobb, minél újabb műsorokat megszervezni, és egy fergeteges hangulatot létrehozni ezekkel a gondolatokkal. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan kilátogattak ma is, ennek kedvez ez a szép őszi idő, hisz ugye ezt a rendezvényt már két héttel előbb szerettük volna megrendezni, akkor az időjárás sajnos nem kedvezett, ezért módosítottunk az időponton. A fesztiválon és a dombóvári értékek standjánál különböző finomságokat is megkóstolhattak a kilátogatók. Itt a helyi értéktárbizottságnak a standján vagyunk, és a Rákóczi Turos Lepének egy ilyen street foodos változatát készítettünk, egy fantáziát, hogy mégis aki úgy gondolja, akkor meg tudja kóstolni. Valahogy ezt az ízvilágot próbáltuk átadni, mint az eredeti lepénynél. Valószínű nem sikerült, de azért valami van belőle. A szervező különböző színpadi műsorokkal is készültek. Az őszi fesztivál hangulata idén is kiváló volt.
Disznó zavarta a forgalmat a napokban az aljelű alagútban az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bátaszék térségében. A sertés egy autó utánfutójáról esett le. A bátaszéki autópálya alosztály járőrei is siettek az alagúthoz, ekkor az állat az úttest melletti járdán feküdt. A disznó tulajdonosa elmondta, hogy a sertést utánfutón szállították, ekkor a pótkocsi oldalfala lenyillott, a négy lábú pedig leesett az utánfutóról. Elmondása szerint próbálta az állatot visszaterelni a kocsihoz, azonban ez nem sikerült neki. A sertést végül közös erővel emelték vissza az utánfutóra. A rendőrök a sofőr ellen szabálysértési feljelentést tettek. Október 23-án számos Tolnavár megyei településen tartanak megemlékezéseket az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából. Szekszárdon 15 órától a koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezésen beszédet mond Berlinger Attila, a város polgármestere, majd 17 órától ünnepi hangversenyt tartanak a Művészetek Házában. Dombóváron az 1956-os emlékműnél emlékeznek meg a forradalom hőseire. Tolnán ünnepi beszédet mond Balogh Zoltán polgármester, majd a Hősök terén koszorúznak. Bátaszéken a második Géza gimnázium diákjai készülnek ünnepi műsorral, majd a megjelentek a Városháza falán lévő emléktáblánál koszorúznak. A megemlékezésekről készült anyagainkat a szerdai nap folyamán a Tolnatáj Televízió Facebook oldalán és az ahír.hu weboldalon, az összefoglaló beszámolónkat pedig csütörtök esti híradónkban tekinthetik meg. A parlamentben is megemlékeztek a múlt héten életének 57. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Potápi Árpád Jánosra, nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Tolnavár megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjére. Horváth István Tolnavár megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője Facebook oldalán azt írta, közel 20 éven keresztül képviselték közösen a parlamentben a Tolnavár megyei embereket, 20 évig ültek egymás mellett az országházban. Az elhunyt politikusról Süli János Tolnavár megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is megemlékezett közösségi média oldalán. Potápi Árpád János temetését október 24-én csütörtökön 16 órakor tartják a Bonyhádi Evangélikus temetőben. Idén is megtartották a 31. hagyományőrző német gyermek svábbát a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. A DNS Valéria általános iskola Grundschule tanulói adták elő különböző táncaikat, és népviseleti bemutatót is tartottak, melyen több mint 40 ruhát mutattak be. A hagyományőrző német gyermek svábbának minden évben nagy sikere van. A Szekszárdi DNS Valéria általános iskola Grundschule tanulói programokkal készültek. Számukra fontos a hagyományok ápolása. Azoknak az értékeknek a megőrzése, ami a német nemzetiségi kultúrát jelenti. És a hagyomány ápolásnak többféle módját is választotta az iskola, köztük a mai svábbál, gyermeksvábbál, ahol a gyerekek előadhatják mindazt, amit a hagyományápolás területén megtanultak. Az iskolában már 41 éve folyik német nyelvű oktatás, minden tanár nagyon elkötelezett a nemzetiségi kultúra átadásával kapcsolatban. Nálunk a nemzetiségi kultúra ápolása az nagyon-nagyon mély gyökerekre és hagyományokra tekint vissza. Több projektnapunk is van a tanév során, de ezek közül mindenek fölé helyezném a gyermeksvábbát, hiszen ez a program az, ahol leginkább megismerkedhetnek a szülők is és a gyerekek is a német nemzetiség életével, hagyományaival, kultúrájával. A hagyományőrző ételek sem maradhattak el a rendezvényen. Büfét kínálunk a gyerekeknek, aminek az egyik ékessége a sváb süteményes pult, ahol a nagymamák igazi eredeti sváb recept alapján megsütötték ezeket a süteményeket. A DNS bejáró diákoknak is nagy élmény ebben az iskolában tanulni, izgatottan várják ezt az eseményt minden évben. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy a kisebbek és a nagyobbak is egyaránt tanulnak a német kultúráról. Kulturális szempontból is egy nagyon jó iskola, mert például ezt a svábbát is ők szervezték, és szerintem ez nagyon jó. Mindenki szeretné, hogy ez az esemény még nagyon sokáig minden évben megmaradjon. Nem csak malac okozott fennakadásokat az aljelő alagútban az elmúlt napokban. Hétfőn délután műszaki hibás tehergépkocsi ragadt bent az M6-os autópálya Pécs felé vezető szakaszán Bátaszék térségében. Az alagutat több órán keresztül a probléma megoldásáig teljesen lezárták, a forgalmat Bátaszék centrum csomópontban terelték le az autópályáról, visszatérni Vémén csomópontnál lehetett.
Az október 23-ai ünnepség miatt forgalomkorlátozásra számíthatnak az autósok Szekszárdon, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. 14 és 17 óra között a Szent István tér, Garai János gimnázium és a Wosinski-Mór megyei múzeum közötti szakaszát ideiglenesen lezárják. Kerülni a környező utcákban lehet. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Utolsó állomásához érkezett a pályaválasztási roadshow. Ezúttal is a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum 8 szakképző intézménye mutatkozott be. A tavaly útjára indított rendezvénysorozat utolsó helyszínét az idei szezonban a Dunaföldvári Magyar László Szakképzőiskola adta. A pályaválasztási roadshow célja a szakképzésben rejlő lehetőségek, az intézmények és oktatott szakmák bemutatása. Tudnám ajánlani a pénzügyet is, és nem azért, mert én is azon vagyok. Én személy szerint az akartam lenni pici korom óta, nekem ez tetszik is, viszont ugyanazzal a lendülettel tudnám mondani, hogy az informatika is legalább annyira jó, az épületgépészet is legalább annyira jó. Igazából az összes szakmát, ami ott van, tehát én nem tudnék egyet választani. A tavalyi tapasztalatokat is összegyűjtve indították útjára az idei rendezvénysorozatot. A záróállomás a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Magyar László Szakképzőiskola biztosította egy nagyon imponzáns helyen a Dunaföldvári Várban. Mi vagyunk az utolsó állomás. Annyival elkészítettük ki igazából már tavaly is és idén is, hogy mi nem csak a roadshow-t csináljuk ilyenkor, hanem az általános iskolásoknak, itt a Dunaföldvári általános iskolásoknak a pályaorientációs napjával kötöttük össze, tehát nálunk már 8 órától pörögtek az események lenn az iskolában, 5 állomáson vetélkedtek a 7. és 8. osztályos tanulók, és annak az állomások között volt benne a vár is, ugye itt, hogy akkor az összes többi iskola kínálatával is meg tudjanak ismerkedni a gyerekek. Azt gondolom, hogy nagyon tevékenykedtetőre sikerült, mindenképpen szerettük volna az összes tanulót megmozgatni, hogy mindenki bekapcsolódjon és tényleg tevékenykedjen. A szakképzési intézmények kreatív, interaktív módon mutatták be az általuk kínált lehetőségeket, amelyben a diákok nagy örömüket lelték. Saját kezünkkel csináltunk, újrahasznosítottuk a dobozokat, illetve lefestettük, és így ezáltal úgy néz ki, mint egy domborzati térkép, illetve készítettünk rossz könyvekből domborzati térképet, az is szerintem egész jól néz ki, plusz azt is lefestettük. A szervezők célja, hogy a pályaválasztás előtt álló diákokat és szüleiket segítsék a döntés meghozatalában. Regionális híreink következnek. Együttműködik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem. Szezon zártak a motorosok, elbúcsúzott az idénytől a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Trófeaszámle, terítéken a somogyi gimbikák. Együttműködési megállapodást kötött egymással a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem pénteken. Ennek célja a szellemi tulajdonvédelmi ismeretek oktatása, valamint az STNH gyorsítósáv szolgáltatásának hatékony igénybevétele, amelynek révén eldönthető, hogy egy megoldással érdemes elindulni a szabadalmi oltalomszerzés útján. Meghosszabbította, illetve újra aláírta az együttműködési megállapodást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem. Azon kívül, hogy aláírták a normál keretek közötti oktatási és tudatosságnövelő megállapodást, azon túl egy új lehetőséget kínálnak minden hazai egyetem, köztük a PTS számára is, mondta Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke. Amelynek keretében az itt folyó kutatásfejlesztési tevékenységek eredményeit mielőtt publikálnák, lehetőségük nyílik egy szabadalmi bejelentés megtételére, amely szabadalmi bejelentést viszonylag gyorsan, rövid időn belül elvégezzük az újdonságkutatást és a legfontosabb szabadalmaztatósági követelmények vizsgálatát, ezt visszajelezzük, és ez alapján el tudja dönteni a kutatócsapat, hogy publikál-e
vagy esetleg szabadalmi bejelentést tesz, ami elősegíti az adott megoldás hasznosíthatóságát. A gyorsaság mindig fontos. A gyors visszajelzésnek az előnye, hogy a jóval nagyobb költségekkel járó szakemberek igénybevételét már előre vetíti, vagy éppen eltanácsol tőle, tette hozzá az elnök. A gyorsaság pedig gyakorlatilag abszolút illeszkedik a publikációs folyamatokhoz, illetve a szabadalmaztatási folyamatokhoz. Ezt mi 2 hónap alatt elvégezzük, aminek az eredményeként ráadásul biztosítunk egy konzultációs lehetőséget, hogy azok, akik kevésbé értenek ehhez a területhez, azok jobban átlássák, hogy milyen további teendőik lehetnek. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem több kara között is van már együttműködés. Így például a gyógyszerésztudományi kar is együttműködik. A hivatal munkatársaival, munkacsoportjaival mintegy évtizede együtt dolgoznak. Mi elsősorban a gyógyszerhamisítás elleni küzdelmi vonatkozásában ennek a témának, de lakossági tudatosságnövelő, illetve az innovációban résztvevő kutató-oktatók tudatosságának a növelésében is. És egy nagyon gyümölcsöző együttműködés, tehát több programunk volt, több szakmai rendezvényen vettünk részt együtt, illetve a hivatal által felállított ösztöndíjprogramot mi is meghirdetjük a hallgatóink körében. Fittler András dékán bízik abban, hogy az együttműködés egyetemi szintre lépve oda jut, hogy az innováció és a szellemi alkotások jogi erkölcsi védelme kiteljesedik, és széles körben elfogadottá ismerté válik a kollégák között. Ezáltal felgyorsítják azokat a folyamatokat, amelyek az egyetemen az innováció terén zajlanak. Az együttműködési megállapodást Farkas Szabolcs a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke és Miseta Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem rektora írta alá az egyetem szenátusi tanács termében. Szezonzáró motoros gurulást tartott a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. A 13. rendezvényt azzal a céllal tartották, hogy felhívják a közlekedők figyelmét a motorosokra, illetve megköszönjék a közlekedés többi résztvevőinek, hogy idén is fokozottan figyeltek rájuk. A felvonulás a Pécsi Széchenyi térről indult és villányban ért véget. Több száz motoros dübörgött szombaton a Széchenyi téren Pécsen. Az idei utolsó, vagyis szezonzáró gurulásra érkeztek a baranyai székhelyre. Még Győrből is csatlakoztak a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület rendezvényéhez. Lassan már 2018 éveleje óta járunk le folyamatosan Pécsre és környékére, szezonnyitóra, szezonzáróra. Évközben én természetesen kicsivel többet járok, mint a többi motoros társam. Itt vannak lent a Dél-Dunántúli Egyesületnek, az elnöktagságnak a nagy cimboráim, meg a többi nagy motorosokkal is. Évközben is tartjuk a kapcsolatot, születésnapokat, húsvétokat, karácsonyokat, így megtartjuk, vagy csak egy spontán kirándulást szervezzünk. Ők is valamikor feljönnek Győrbe, de hát az kicsit úgy ritkább egy pillanat, de általában egy félúton Balaton környékén szoktunk találkozni. Én Siklósra érkeztem, barátnőm pedig Hosszaeténről. Idén májusban csináltam meg a nagymotorra a jogosítványt. Ez igazából egy gyerekkori álmom volt, mert a motorozás úgymond egy ilyen szabadságot nyújt számomra, illetve most már barátnőm számára is. Szoktunk menni túrázni ide a környékbe, de egyelőre még gyakorlom ezt az egész motorozást, mert ugye ehhez nagyon sok tapasztalat kell, meg idő, hogy beletanuljunk rendesen motorozni. A párommal, ő szerettette meg velem ezt igazán, utasként sokkal nagyobb élmény. Más a levegő, más a körülnézett világ, minden teljesen máshogy látunk. És a legjobb egyébként ősszel motorozni, mert akkor színesek a fák, színesek a levelek, amik lehullottak, minden gyönyörű, teljesen más érzés. Az egyesületnek a tagjai jó barátaink, de csak így érdeklődünk, és hogy szép idő van, így kijöttünk mi is. A tél beköszönte előtt egy utolsó látványos gurulásra gyűltek össze az egyesület tagjai és motoros társaik, azért, hogy egy nagy összetartó erejű felvonulással zárják az évet. A tervek azok vannak persze, hogy csökkentsük a baleseteket. Ez évről évre egyébként, hál' Istennek, a statisztikák azt mutatják, hogy csökkenő tendenciában van, úgyhogy ennek nagyon örülünk. És most a szezonzáró guruláson is nagyon jó idő van. Rettentő sokan eljöttek, nem látom az irgalmasok közepéig, igazából a motorok tele vannak, parkolónak, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Lassan indul a motoros felvonulás, és megyünk le villányba, úgyhogy még úgy látom, hogy folyamatosan jönnek a motorok és csatlakoznak hozzánk. Ezt én úgy gondolom, hogy egy ilyen 800 kötője és 1000 motor között vagyunk most jelenleg.
A rendezvény legfontosabb eleme azonban mégiscsak a baleset megelőzés témaköre volt, amelynek keretében egy kerekasztal beszélgetés is történt szakértő szervezetekkel, személyekkel Pécsváros főterén a dzsámi előtt. A szezonzárás pedig most megtörtént. A lezárás az arról szól, hogy még egy utolsó nagy közöset guruljunk itt Pécsen, de sokan nem teszik el a motorokat, mi sem tesszük el. Például tavaly is augusztus vagy december 31-én még motoroztunk egyet, ami tök jó volt, mert 10 pár fok volt, úgyhogy biztos, hogy sokan nem teszik még el a motorokat. 12 órakor elindult a csapat körbe a Széchenyi téren egy tiszteletadással, és irány villány, ahol beszélgetések és bemutató zárta a programot. Trófea szemlén mutatták be a legszebb és legnagyobb elejtett gimbikákat a Somogyi Nagy Sallérban. A 2024 év bőgési időszakában a Sefag ZRT 8 vadászterületén összesen 175 gimbika került terítékre, melyek trófeáinak 24 órás átlagtömege 7,16 kg. Az eseményen elhangzott, komoly generációs és turisztikai változásokkal kell szembenéznie a társaságnak a következő időszakban. A trófea szemle a vadászati kultúrának egy része, egy fázisa a vad iránti tiszteletadásnak, talán az utolsó fázisa. Ezt megelőzi ugye az elejtés után a töret, a kürcó, a teríték, amik ugyan szűkebb körben zajlanak, csak azok vesznek részt, akik a vadászaton is részt vettek, a trófea szemlén pedig egy ilyen nagy közönség előtt többen mindnyáján meg tudjuk nézni a vadászati szezonban elejtett trófeákat, kézzel foghatók, bírálhatók, nézegethetők, mindenki számára elérhető. Ezek a trófea szemlék nem csak a nyilvánosság előtt láthatók, hiszen különböző felületekre fölkerülnek, és ott a nagy közönség is láthatja, azok is, akik nem vadásznak, és ezzel talán segítünk abban, hogy a társadalmi elfogadásunk egy kicsit javuljon, hiszen ezen dolgozunk nagyon régóta. Ezek a bikák, pláne amik mögöttem vannak, nem tavaly születtek. Hosszú időszak az, aminek a termése előtt most itt állhatunk. Viszont, mint mindennek, az ünnepnapnak is vége van, és azt gondolom azért ilyenkor már a jövőbe is kell egy kicsikét tekinteni, a következő időszakra, a következő hónapokra, mert nem állhatunk meg túl hosszan. Következő időszakban is komoly munka van előttünk. Állományszabályozás, selejtezés. Gímről beszélünk, ami az országban jelenleg talán a legnagyobb konfliktus forrás a földhasználók és a vadászok között. Tényleg nagyon impozáns ez a látvány, mielőtt itt állunk, és őszintén kívánom, hogy sokszor állhassunk még ilyen látvány előtt, ilyen trófák előtt itt ezen a téren. Ehhez viszont az kell, hogy a következő hónapok feladatait is megfelelően és szakszerűen végezzük. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Színpadi műsorral készültek, Bátaszéken is felidézték az október 23-ai eseményeket. Felvonulás, színpadi programok, vásári forgatag. Őszi fesztivál Újdombóváron. Őrzik a sváb hagyományokat. 31. alkalommal tartották meg idén a hagyományőrző gyermek svábbát Szekszárdon. Pályaválasztási roadshow. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum 8 szakképző intézménye mutatkozott be Dunaföldváron. Szerdán hidegfront hatására az elmúlt napokhoz képest felhősebb időnk lesz. Délelőtt a Dunántúl térségében várható határozottabb magas szintű felhőzet, keletre derültebb égbolt, napsütés, helyenként párásságon át szűrt, változó napsütés a valószínűbb. Délután a felhőzeten átszűrődő napsütésben lehet bízni. Csapadék nem érkezik, este és éjszaka is sok marad a felhő, hajnalra párásság is képződhet. Csütörtöktől ismét anticiklon alakítja térségünk időjárását. A Dunántúl felett még magas szintű, zártabb felhőtakaró okoz szürkébb időt. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!